Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis BF4, összegyűjtünk a TNA tagokkal, úgy döntöttünk, játszunk egy keveset. Live-ban szerette volna föltenni, csak természetesen mindig valami félre megy a hanggal. Na, de végül is egy jó alkalom nyílt arra, hogy beszélgessünk arról, hogy mit várunk a BF5-től. Mert ugyanis, ugye, aki figyeli a híreket, az tudhatja most arra, hogy a DICE-osok most már teljes mértékben áttértek a Battlefield 5 fejlesztésére. Remélhetőleg náluk ez azt jelenti, hogy valami bugmentesebb, egész és kulturáltan játszható munkát fognak kiadni a kezükből, amire ez a játék kijön, és nem az lesz, hogy két hónap múlva meglátjuk az első trailert, és az lesz odaírva, hogy 2016 novemberében a játék kint van. Na, ez egyébként ez sok mindent jelent, mert nagyjából az összes DICE részleg áttért a Battlefield 5-nek a fejlesztésével, szóval például a Star Wars-nak a támogatása megszűnt ebből a szempontból, nem mint hogyha azzal a játékkal sok gond volna ebből a szempontból, hogy kéne neki különböző update patch, stb. Szerintem az a játék az korrektül össze lett rakva. Az egyetlen problémája mind a mai napig, hogy nincs benne tartalom igazából, és az a tartalom is, amit készülnek kihozni hozzá, az a tartalom, az a baj, az is kevés lesz. Azért az árért, ami pofátlanul elkérnek tőled, de attól függetlenül ilyen élményekben gazdag játékot, ami ennyire közel áll a Star Warshoz, ritkán látni, még a régi Star Warsok sem voltak ilyenek, szóval ez... és szerintem ez igazából nagyon is köszönhető ugye a mai grafikának, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a játék ilyen 6-7 euró lesz, mint most a Battlefield 4, akkor ez mindenképp érdemes megvenni, beruházni, befektetni, legalább pár órát eltölteni őt. Csak azért pár órát még azért nem, nincs rá szükség, hogy többet töltse el, mert mindent megtapasztalsz benne, amire kell tapasztalni, de az az élmény, aki szereti Star Wars-t, az egyébként felbecsülhetetlen. Na de, mi az, amit vártok ti a Battlefield 5. részétől? Tehát, és akkor beszélgessük erre, kicsit nyugodtan írjátok le a leírásba, hogy mit vártok ti a Battlefield-től, mit látnátok ti szívesen a Battlefield-be, és most elkerülve azt a témát, hogy egy futtatható játékot, egy optimalizált játékot, igen, ez a minimum, amit most már várnánk ki 2016-ban, hogy a játékkészítők figyeljenek oda ugye, hogy arra, hogy ezt a játékot emberek veszik a saját pénzükből, és azért veszik ezt, mert szeretik azt a játékot, és támogatják ezáltal annak a cégnek az életben maradását. Mert hogyha sokáig csinálnak ilyen fura játékokat, mint amiket csináltak eddig, mert valahogy úgy érzem, hogy ez a 2015, ez a szedjük ki a pénzt a vásárlók zsebéből, de ne adjuk nekik semmi című év volt, és Talán, ha jól érzem, nem tudom, javítsatok ki, el fog indulni egy olyan tendencia most már, hogy valami tartalmat adjunk a pénzért. Ha csak nem is egy olyan téren, hogy a főjáték olcsóbb lesz, mint a megszokott, és a különböző kiegészítők elkérnek pénzt, és ezáltal próbálnak több pénzt csinálni, de úgy, hogy mondjuk a főjátékot olcsóan csinálják. Habár ez nem biztos, hogy így lesz, de majdnem biztos, hogy nem lesz így egy ilyen Battlefield című vagy kategóriájú játék esetében. Az remélhetőleg, tehát ugye természetesen azt se bánat ezek ilyen saját pontjaim, hogy az árak egy kicsit azért megálljon. Az ilyen bunkoság, hogy lassan már 60 eurót fizetünk egy sima alapjátékért, mert hogy megpróbálják nekünk eladni olyan szövege, hogy ez next gen, meg anyám kínja, meg apám kínja. A másik ott van, hogy lehet, hogy ugye nem nagyon veszik észre a játékészítők is, hogy az inger küszöbe a játékosnak növekszik, tehát next gen ide vagy oda, szép grafika ide vagy oda. Gyakorlatilag nekünk lassan már úgy mindegy lesz, hogy mennyire szép az a grafika, ha nem csinálnak valami, megint valami áttörőt, akkor nekünk ne jöjjenek ugye a grafikával, hogy azért kérnek el annyi pénzt. Na mindegy, de a tény, ami tény, hogy amiért végig ugye talán szeretünk kiadni annyi pénzt, amelyet ki kell adni egy ilyen Battlefield játékért, azért, mert itt van a BF4 egy év után, és még mindig népszerű, és még mindig játszik, és még azt hagyján, hogy a BF4
egy év után is játszható, és szerverek és gamerek vannak, de ugyanez igaz még a BF3-ra is. És nem tudom, hogy hallottátok-e mostanában a BF3-nál, van egy olyan mod, hogy Venice Unleashed. Ha rákeresse a Google-on, megtaláljátok, tehát BF3 Venice Unleashed, a regisztrátok le tudjátok tölteni, ki kell próbálni, nem egy rossz. A dolognak a lényeg egy ilyen affiliate rework BF3-ra, magasabb órajelű szervereken futnak, tehát sokkal precízebben válaszolnak a szervek a lövésekre, a másik pedig az, hogy grafikai update-en esett át. Na, ezben a Venice Unleashed-ben például a BF3, és szebben néz ki a játék, nincs meg neki ez a kékes valamilyen, és gyakorlatilag a srácok, akik mögöttem vannak a Venice Unleashed mögött, csak jót tettek eddig a BF3-mal. Hogyha eredeti BF3-od van, nem kell parász tőle, nem fog kibannolni senki, semmi. Elméletileg, mert a Venice Unleashed-nek a szerverein fogsz játszani vele, vagy valami ilyesmi, de az Origin nem fog lebannolni, meg nem fog kibannolni a BF3-ot. Szóval, érdemes kipróbálni, szerintem egy jó koncepció, és nagyon, szerintem így egy módja annak, hogy a BF3-ot egyébként életben tartsa, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a BF3-nak például a pályája és a játék élvezete iszonyatosan jó, és egy jó sikerült játék, és ez az, amit sajnálok én, ami évről évre megy most már egy ideje, hogy kijön egy jó játék, amivel lenne potenciál, hogy a gamerek akár egy-két évig játszanak, és tényleg megúnyják azt a játékot. Mint például ugye a BF3-at, én például későre kaptam meg a BF3-at egy feliratkozomtól, és addigra már volt a BF4, ezért nagyon ki nem tudtam teljesíteni BF3, annak ellenére azért persze eljutottam a 10 akárhanyadik kolonel szintig, szóval játszottam vele is sokat, de az összes pályáján például még mindig nem érzem magam otthon, mert nem voltam ott. Tehát nincs ideje a játékosnak kijátszani rendesen azt a játékot, mert már a seggében van a következő játék, bocsánat, és ez nagyon nagy baj. Szóval az első vágyam egyébként, hogy kicsit lelassítsák ezt a dolgot, és mondjuk BF5-nek az esetében ezt így elérték, tehát BF4 most már több mint egy éves, és amire kijön a BF5, valószínűleg a BF4 az lesz még egy éves is talán, mert hogyha nemrég kezdték el a fejlesztést, akkor remélhetőleg, tehát biztosan már jó ideig folyik a olyan fejlesztés, de remélhetőleg még egy év vagy kettő, amire kijön a BF5, és én legalább, nekem legalábbis ez volna a vágyam, hogy ez legyen, tehát legalább még egy két év, ami kijön a BF4, mert akkor tényleg mindenki megunja a BF4-et, szóval, és akkor várhatjuk a BF5-öt, hogy juhé, gyere, és akkor mindenki játszani fog vele. Úgy azt hiszem, hogy valóban megérte a BF4 a pénzét. Na, de másik dolog, amire szeretnélek titeket kérdezni, hogy milyen világot és játék kontextust vártok a BF5-től? Tehát milyen környezetben legyen a BF5? Milyen környezetben játszatok? Modern shootert akartok? Visszamenni akartok a második világháborúhoz? Vagy valami teljesen mást akartok? És jön most ugye egy kicsit, mit gondolok erre. Emlékszem annó, amikor volt a nagy váltás, ki emlékszik a modern és a második világháború között. Ugye akkoriban mondhatni azt, hogy a vállukon vitték a játékokat. A Call of Duty volt az, ami a vállán vitte így a shooter világoknak a divat irányvonalát, ezt így el lehet mondani. Pedig akkoriban már a Battlefield már egy modern környezetbe harcol, vagy egy modern környezetbe ütette át a játékait, gondolok itt a Battlefield 2-re. És akkorira már, de mégis valahogy ugye a világ akkor kezdett el felfigyelni a modern shooterekre, amikor a Call of Duty váltott a második háborús környezetről, és megszületett ugye a COD 4, a COD 3 után, ami ugye csak konzolokra jelent meg, pedig amúgy az egy jó játék volt, azt kell, hogy mondjam, COD 3. És akkor ugye hirtelen váltottunk másik legháborúsról modern világra, és ennek már lassan több mint 10 éve, és azóta élvezzük a modern világnak a csodáit,
játékokban, de nem tudom, ti hogy vagytok vele, én most már kezdem ugyanúgy érezni, hogy ez egy kicsit sok most már, tehát és kellene valami újabb konceptus, vagy nem tudom. És őszintén szólva, én már a II. Világháborús részt is meguntam már nagyon, és ebből a szempontból nem igazán ilyen, hogy mondjam, ilyen, nem tudom, hogy hogyan és mit látnék szívesen jelenleg egy Battlefield játékban, vagy akár egy COD játékban is, és nem biztos, hogy én speciál szívesen venném azt, hogyha visszamennék a második háború témára. Viszont azt tudom, hogy a generáció kezdett el felnövekedni azóta, és sokan nem is biztos, hogy játszottatok még a COD 2-vel, vagy COD 1-kel, vagy Medal of Honor, vagy ezekkel a játékokkal. Max egy World at War-ra, vagy még azzal se, és lehet, hogy már vágytok egy kicsit egy ilyen második világháborús játékkal. Jut eszembe, próbáljátok ki a Heroes and Generals-t, ingyenes és egy egész jó játék. És lehet, hogy már egy ilyesére vágytok. Na végülis mi a ti elképzelésetek, hogy hova helyezzék el ezt a környezetet? Második háború, modern, nagyon távoli érzi meg, ne? Én őszintén összek veletek, nagyon-nagyon-nagyon szívesen venném, ha visszatérne a 2143, tehát nem a 2140, a 2143 visszajönne a lépegetőivel, az érdekes fegyverével, és a mondjuk ilyen repülő bázisével, valahol lehetett rendesen játszani egy izét, egy asszoltot, milyen carrier asszolt, ami most a BF4-ben a carrier asszolt. Azt az rendesen lehetett játszani azt a játékot benne, és szívesen vennék most egy kicsit egy ilyen jövőképes valami. Ez ugye egy kicsit ilyen Planet Side 2 stílusra tolnák a BF4 Frostbite engine-jével, nagyon jól néz neki. A másik dolog, amit szívesen vennék, ha megcsinálna a BF4, hogy ugye végül most egy olyan világban élünk, ahol az, hogy kiadjunk pénzt a DLC-ké, most egyre természetesebb kezd lenni sajnos, és fogadjuk el, hogy azért van benne valami, az ember meg dolgozik ott, azért megcsinálják azokat a pályákat, grafikát, stb. És természetesen némi pénzt vagy jutalmat szeretnének látni érte. És ez így van rendjén, ezzel nincs valami baj. Csak néha adhatnának ki minőségi munkát is a kezükből, hogyha már pénzt várnak érte, ez az egyetlen baj. A másik pedig, amit én nagyon szívesen látok egy ilyen BF5-től, hogy legyen egy olcsó alapjáték akkor már, mondjuk, és akkor nem kell kiadjanak 10 térképet, hanem adjanak ki mondjuk egy 5 térképet, de egy olcsó áron, és akkor azt mondom, hogy havonta, vagy 2 havonta hozzanak ki egy-egy új térképet, de vagy egy-egy új fegyvercsomagot, vagy térképcsomagot, és akkor azt adják tényleg egy olcsó áron, szóval egy kicsit ilyen mikrotranszakcióbb részlegbe oldják meg, mondjuk természetesen mondjuk ilyen, hogy fegyverek vagy valami ilyesmi, ez veszélyes mikrotranszakcióban, mert akkor még a végén azt mondják a játékosok, hogy pay to win az egész, és akkor nem játszanak vele. De mondjuk akkor, hogy ilyen skin, meg térképcsomag, meg ilyenekről van szó, azokat lehet egy ilyen kedvező sárna, és talán akkor úgy az emberek nem sírnak annyit, hogy ki kell adni pénzt egy-egy térképé, és idővel a játék közössége, meg a térképek DLC, meg valami így felfuthat, mert akkor az ember megunja az alaptérképet, és azt mondja, hogy hát tényleg nem olyan drága ezek a térképek, akkor kiadok érte 10 forintot, és akkor nesze itt van, játszunk ezzel a játékkal sokáig, és én úgy gondolom, hogy az úgy egy járható út lenne a Battlefield, ahelyett, hogy elkér 15 térképért, meg egy jó pár fegyverért, 60 eurót, ja, de hogyha prémiumosan veszed, akkor legyen majdnem 100 euró, mert miért ne? És nem hiszem, hogy ez egy járható út a térképeknek, főleg úgy, hogy egyre több, és egyre jobb, és egyre igényesebb grafikával ellátott ingyenes játékok születnek meg, és egyre több tartalommal, ráadásul némelyikük ért pénzt se kell fizetni azért, hogy élvez teljes tartalmában azt a játékot, szóval nem tudom, hogy mennyire ez a csináljuk meg drágára a játékot, mennyire járható út. Na, de ezek lennek a kérdések. Milyen környezetben látnád szívesen a Battlefield 4-et? Hogyan képzeled el a Battlefield-nek a jövőjét? És mit gondolsz, hogy hogy kellene megoldják ezt a következő generáció drágán adjuk, nem adjuk drágán című történetet? Köszönöm a figyelmeteket a következő videóig. Sziasztok!